Az európai emberek többsége úgy gondolja, hogy a szankciók jobban fájnak Európának, mint Oroszországnak. Ez derül ki egy friss kutatásból, pedig Brüsszel tavasz óta a szankciós politikával akarja elérni, hogy a háború véget érjen. Elemzők szerint eredménytelenül. Eddig 9 szankciós csomagot fogadtak el, amelyek oda vezettek, hogy Európában energiaválság, energiahiány és szankciós infláció alakult ki. Ma bemutatunk egy olyan csomagot, ami erős és célzott szankciókat tartalmaz. Így jellemezte Ursula von der Leyen az Európai Unió Oroszországgal szembeni első szankciós csomagját februárban. Brüsszel azt várta, hogy ez majd megtöri Moszkvát. Az EU és partnerei azon dolgoznak, hogy Putyin ne tudja finanszírozni ezt a háborút, mondta néhány nappal később az Európai Bizottság elnöke, amikor bevezették a harmadik szankciós csomagot. Az első néhány embargós csomag elsősorban orosz politikusok, bankok és üzletemberek ellen irányult. Később viszont Brüsszel javaslataiban már gazdasági jellegű korlátozások is megjelentek, megtiltották például az orosz nyersanyagok importját. De a bürokraták ekkor még azt ígérték, hogy az energiahordozókat, vagyis az olajat és a gázt nem korlátozzák. My final point, number five. On sanctions is oil. Nyáron azonban Ursula von der Leyen már azt közölte, hogy az orosz olajra is ki kell terjeszteni a szankciókat. Ezt komoly viták után fogadták csak el a tagállamok. Magyarország viszont kiharcolta, hogy mentességet kapjon. Brüsszel kitart amellett, hogy a szankciók működnek, viszont elemzők szinte a kezdetektől arra figyelmeztetnek, hogy a büntető intézkedések nem törték meg az orosz hadigépezetet. Sőt, az orosz gazdaság erősödött, Moszkva folytatta a háborút, miközben Európában energiaválság és szankciós infláció alakult ki. Boldogan mondhatom, hogy elfogadtuk a 9. szankciót. Csomagot, mondta még december közepén az Európai Tanács elnöke, amikor újabb korlátozásokról egyeztek meg. Vagyis elemzők szerint hiába szágult Európa a szakadék és a recesszió felé, Brüsszel újabb és újabb szankciókkal áll elő. Az év utolsó heteiben a tagállamokkal elfogadtatták az olajársapkát és a gázársapkát is. Ezek pedig szakértők szerint tovább fokozzák a krízist. A magyar kormány azonban ez alól az intézkedés alól is mentességet tudott kiharcolni Brüsszelben. Magyarország hónapok óta következetesen kitart amellett, hogy semmilyen olyan szankciót nem szavaz meg, amely az ország energiaellátását veszélyeztetné. Az európaiak csaknem 3/4 recessziót vár a következő évre. A szankciós politika ellentétes hatást ért el és nehéz helyzetbe sodorta Európát. Erről Hortai Olivér beszélt az M1-en. Az elemző szerint egyre több kritika éri a brüsszeli döntéseket, az európaiak többsége pedig belátta, hogy az embargók elsősorban Európának és nem Oroszországnak fájnak. A szankciókkal kapcsolatos eredeti ígéret az az volt, hogy azok a háború gyors lezárását teszik majd lehetővé. Ez nem történt meg, úgyhogy mindenképpen egy kiábrándultság is megfigyelhető. Hortai Olivér hozzátette, a szankciók miatt több tagállamban is a 4-5-szörösére emelkedtek az energiaárak, és bár Magyarországot sem kíméli az energiaválság, de a családok továbbra is itthon jutnak a legolcsóbban áramhoz és gázhoz.